Egy másik gyakori kérdés, ami felmerül, ez pedig az, hogy mi is a paráznaság? A paráznaság kiderül a 10 parancsolat házasságtörés című videóból, azonban el szeretném mondani azoknak, akik egy egyszerűbb és egy gyorsabb választ szeretnének kapni, vagy pedig másoknak szeretnének segíteni ezzel. Paráznaság rendkívül egyszerű. Az írás alapján az, hogy a világ mit gondol, az számunkra teljesen jelentéktelen. A lényeg az, mi az, amit a Teremtő meghatározott, amikor a paráznaságról beszélt. Paráznaság minden jellegű és nemű szexuális kapcsolat férfi és nő között, amely a házasság kötelékén kívül történik. Még egyszer megismétlem azok kedvéért, akik nem akarnak hinni a fülüknek, minden jellegű és nemű szexuális kapcsolat férfi és nő között a házasság kötelékén kívül paráznaságnak minősül az írás alapján. Gondolom most már érthető az, hogy miért is uralkodott el a világon a szeretet szelleme, az, ami az ellenségtől való, az ostoba szeretet, ami a világon uralkodik ma, az mind-mind az ellenségtől való. Ez az, ami az embereket meggyőzi arról, hogy csak szeretni kell, és utána mindent lehet. A szeretet az, amit az írás szeretetként megfogalmaz. A szeretet, ami a világból árad, az nem más, mint paráznaság, erkölcstelenség, és különböző utálatosságok és aberrációk. A feltétel nélküli szeretet, a mindenkit úgy elfogadó szeretet, ahogy van mindenki, ilyen nem létezik az írásban. És erre számtalan példa van, ehhez a videókat javaslom. Természetesen az, hogy az embereket arra bátorítja a világ, hogy éljenek, hogy még használják ki az időt, stb. Stb. Ez mind-mind az ellenség szellemisége. Ez az a szeretet, ami a világot erkölcstelenségbe és végül is bűnbe viszi, és a pusztulását fogja okozni. Ez a szeretet, ami a világban van, amit mondanak az emberek, a lájkok, a szívecskék, ez gyakorlatilag az ellenkezője annak, amiről az írás beszél. Az írásban sehol soha nincsen feltétel nélküli szeretet. Mindig csak és kizárólag az részes a szövetségnek és részesül a szeretetből, aki engedelmesen és alázatosan viselkedik a Teremtő, illetve az ő törvényei felé. Úgyhogy nagyon egyszerű a helyzet, és az pedig ez. Mindenféle szexuális jellegű és nemű kapcsolat férfi és nő között a házasságon kívül paráznaságnak minősül, és így bűn. Az természetes, hogy a világ elfogadja, sőt normálisnak tekinti. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk ehhez kell mérni azt, hogy mi is a valóság, vagy mi is az, amit a Teremtő el fog fogadni. Mert ő megmondta, hogy mi az, ami számára elfogadható, és ő e szerint fogja az embereket megítélni. Az az ostoba szeretet, ami uralkodik a világban, annak semmi köze nincs a valódi szeretethez, ahhoz, amit az írás meghatározott. Úgyhogy érdemes mindenkinek szem előtt tartania azt, hogy egy olyan kapcsolat, és én nem azt mondom, hogy én egyáltalán bárkit is elítélek, hiszen nem vagyok abban a pozícióban. Valószínűleg a legtöbb ember elkövette ezt a bűnt is, ugyanúgy, ahogy sok mást. Én azt mondom, hogy mikor az ember megérti, hogy miről van szó, onnantól kezdve egy döntést kell meghoznia. Nem mehetünk a világ után, és nem fogadhatjuk el azt, amit a világ gondol bizonyos dolgokról. Sem a szeretetről, sem pedig a parázasság kérdéséről. Amennyiben valakinek ez egy probléma, akkor imádkoznia kell a Teremtőhöz azért, hogy küldjön az útjába egy olyat, aki alkalmas arra, hogy azzal együtt tudjon élni, hogy azt megismerje, utána megállapodjanak abban, hogy milyen szabályrendszer szerint fogják élni ezt a kapcsolatot, és aztán határozzák el, ismerjék meg egymást, és utána határozzák el, hogy szövetséget köttek. Amennyiben így zajlik a dolog, sokkal kisebb az esélye annak, hogy az történik, ami a világban, hogy mindenki 3 hónapig, fél évig vagy egy évig együtt lakik valakivel, meg él, azt hiszi, hogy soha nincsen, nem is volt annál az embernél jobb, aztán meg egymásra se tudnak nézni. Mert a végén kezdi a legtöbb ember, és onnantól próbálja megismerni a másikat.
Pont ellenkezőleg kellene mindig mindent csinálni, ahogy a világ csinál. A legtöbb ember és a világ a legtöbb dolgot nem érti, és nem csinálja helyesen. Egyszerű, valakit szeretné egy hétig, 2 hétig, egy hónapig, utána továbbállni, azonban az a kapcsolat, amit férfi és nő között a teremtő kitalált, az egy életre szól, ezért nem úgy kezdődik, ahogyan a dolgok a világban kezdődnek. Úgyhogy még egyszer mondom, először is mindenki kérje a teremtő segítségét, hogy küldjön az útjába olyat, aki erre megfelelő. Olyan helyen válogasson, olyan helyen keressen, ahol rá lehet akadni egy olyanra, akivel aztán együtt lehet élni az instrukciók alapján. Aki nem így akar élni, a szóba sem kellene, hogy jöjjön. Egy embert megváltoztatni, vagy azzal harcolni, hogy őt átalakítani, hogy megtéríteni, teljesen fölösleges. Úgyhogy először találjon mindenki egy megfelelő alanyt, utána ismerje meg azt az embert, amennyire csak lehet. Nem azt, ahogy kinéz, nyilván az is fontos, ha az ott túl van, onnantól kezdve az, hogy milyen a személyisége, stb. Stb. Hajlandó-e a férfi és a női szerepeknek megfelelően élni. Ismerik meg egymást, amennyi idő kell, annyi idő kell. Aztán állapodjanak meg abban, hogy mik lesznek a szabályai, mi a szabályrendszere annak a kapcsolatnak, ahogyan ők együtt akarnak majd élni. Nyilvánvalóan az írás kell, hogy legyen az alap, azon kívül mindenkinek megvan a saját elképzelése. Mikor ez megvan, akkor hozzák meg a döntést, hogy ők jegyben járnak, várjanak egy kis időt, és utána házasodjanak össze. A házasság maga az aktussal pecsételődik meg, de nem kezdheti az ember azzal, vagy félúton, vagy össze-vissza akár. Még akkor is, ha a legtöbben úgy csináltuk, de onnantól kezdve, hogy az ember tudomást szerez erről, onnantól kezdve másképp kell, hogy éljen. Mikor elhatározta és együtt él, onnantól kezdve ezt a kapcsolatot nem fogja tudni felbontani. Úgyhogy ez így volt kitalálva. Az ember nem lehet, nem tud csak úgy akárkivel összeállni. Ez egy olyan döntés, amit az embernek el kell határozni, hogy ki az, akivel az életét szeretné leélni, és mi az, ami alapján ő választ. Úgyhogy szerintem legeslegjobb, ha mindenki nekiül, és felvázolja azt, hogy milyen ember az, akivel ő együtt szeretné tölteni az egész életét. Inkább, mint hogy vaktába lövöldözget, és akkor próbál találni egy olyat itt-ott, amott, akibe így belebotlik, hogy majd az lesz az, akivel az egész életét le fogja élni, és csak úgy véletlenszerűen rátalál, aminek kicsi az esélye. De visszatérve az eredeti kérdéshez, a kezdeti kérdéshez, nem tud, mikor az ember megérti az igazságot, onnantól kezdve ez egy óriási, óriási kísértés, különösen a mai világban szerintem a legtöbb ember számára. Úgyhogy ehhez mindenképpen a teremtő segítsége kell, és a ruak segítsége kell ahhoz, hogy az embert vezérelje az úton. De akinek ez egy probléma, annak mindenképpen azt javaslom, hogy ezen az úton induljon el. Ez az egyik, a másik, és ezzel fejezném be, nem csak a fizikális aktus az, ami, illetve bármiféle szexuális kapcsolat, ami parázdaságnak minősül, hanem minden, ami az ember fejében és gondolatvilágában történik. Ez teljesen logikus, hiszen attól, hogy az ember nem teszi meg, ha egész nap ezen fantáziál, ezt nézi, ezzel foglalkozik, ezt olvassa, stb., az ugyanúgy fertőzi a gondolatvilágát és az elmét, és végezetül a szívét, ahol a teremtő lelke szeretne lakni velünk. Úgyhogy az emberek el kell felejteni minden ehhez kapcsolódó dolgot. Természetesen az egyik ilyen a pornográfia, de ezen kívül számtalan máson. Van erotikus irodalom, képek, magazinok, de elég csak a szórakozó helyekre gondolni, vagy előadásokra, stb. Stb. Minél távolabb kerül az emberettől, annál egyszerűbben tudja tisztán tartani a szívét, és ezáltal a lelkét. Úgyhogy ez egy óriási feladat a mai világban, de mindenképpen megéri, hiszen az ember meg fog tisztulni. Úgyhogy így gondolkozom mindenki a parázdaságról, egyrészt a szellemi részéről, másrészt a testi részéről. És még ha a testi részét egyszerű is elkerülni, a másik fele az egy örök-örök harcot fog jelenteni. Úgyhogy minden, ami ehhez kapcsolódik, minden parázdaságnak minősül, és azért, mert eltéríti az embert a helyes útról. Úgyhogy ezt javaslom mindenkinek, hogy így gondolkozzon a parázdaságról.
remélem hasznosnak találtátok, és a kérdéseket el tudjátok juttatni számtalan módon, és várom őket, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!